Tisztelt képviselőtársaim, Szabadi István képviselő úr a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. A Magyar Államkincstárnak milyen feladatai vannak a háborús veszélyhelyzet kapcsán címmel? Tisztelt képviselő úr, Tálai András államtitkár úr fog önnek válaszolni. Öné a szó, parancsolja. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. 2022. június 13-án elhangzott kettős mérce a nyilvánosságban azonnali kérdésemben kifogásoltam, hogy a minisztériumok az előző kormányzati ciklusban a vonatkozó éves költségvetési beszámolói néhány kivételtől eltekintve nem történtek meg, ugyanis a kormány.hu oldal közérdekű adatai között nincsenek meg, talán nem találhatóak meg. Ezáltal a tárcák az infotörvényben meghatározott kötelezettségeiket nem valósították meg. Tálai András miniszter helyettes úr válaszában arról tájékoztatott, hogy ezen beszámolók az infotörvény alapján közadatigénylés keretében a Magyar Államkincstártól bármikor kikérhetők. Ezt én meg is tettem augusztus 4-én, közérdekű adatigényléssel fordultam a Magyar Államkincstár felé. Ebben költségi és időtakarékos módon nem a beszámolók PDF formájú megküldését, hanem a beszámoló adatok elektronikus letöltését, legyűjtését kértem a Magyar Államkincstár által működtetett KGR kötőjel K11 rendszerből, ami informatikus szakvélemények alapján legfeljebb 2-3 órát vesz igénybe. A Magyar Államkincstár 2022. augusztus 29-én és szeptember 27-én megküldött válaszában egyaránt arról tájékoztatott, hogy a közérdekű adatigénylésem határidejét immár kétszer 45 nappal meghosszabbította, mivel a határidőben való teljesítés a veszélyhelyzeti kormányrendeletben foglalt feladatai határidőben történő ellátását veszélyeztetné. Nagy tisztelettel kérem államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Államkincstárnak melyek azok a háborús veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatai, amik 90 napig sem teszik lehetővé, hogy 10 tárca 2018-tól 2021-ig összesen 40 beszámolójának adatait Excel formában kinyerjék, és mondjuk e-mailben továbbítsák nekem. Válaszában szíveskedjen tekintettel lenni arra is, hogy az EU-val való mindennapi vagy mielőbbi megegyezés érdekében éppen most kényszerültek arra, hogy lazítsanak a közérdekű adatigénylés szabályain. Bízom benne, hogy ez meg is történik. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak, miniszterhelyettesnek. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Miközben egyébként háború dúl a szomszédban, bombáznak éppen most is, sajnos, és arról vitázik egész Európa, hogy a szankciókra szükség van, vagy nincs a 8-ra, hogy egyébként tönkreteszi-e Európát a szankció, vagy nem. És egyébként energiaválság van egész Európában. Mindenki azzal küzd, hogy hogyan tudja túlélni ezt a nehéz időszakot. Önnek az a legfontosabb feladat, hogy az államkincstárnak mi a feladata, és hogy miért élt azzal a jogával az államkincstár, hogy meghosszabbítja önnek a közérdekű adatigénylés kiadását kétszer 45 nappal. Pontos kérdés, elismerem, de azt is tudni kell, és ön is tudja nagyon jól, hogy ez a minisztériumi háttérintézmény, a Magyar Államkincstár egyébként azon dolgozik most éppen, az ön közérdekű adatigénylése helyett, hogy holnap 2,5 millió nyugdíjas megkapja a nyugdíj kiegészítést, és megkapja a nyugdíjprémiumot. Egyébként azon dolgozik a kincstár, hogy az állami alkalmazottak a bérüket időben megkapják, vagy hogy az Európai Uniós pályázatok rendben legyenek, megfelelő legyen az elszámolásuk és a kiutalásuk. Ismerve az ön önéletrajzát, ön nem dolgozott minisztériumban, háttérintézményben, államigazgatásban. De volt producer is, rendező, gratulálok, volt pártigazgató. Én azt javaslom önnek, hogy ismerje meg a jogszabályokat, és ismerje meg ezeknek az intézményeknek a munkáját, és lehet, hogy akkor a parlament nyilvánosságát ilyen nehéz időkben nem az ilyen kérdésekre fogja használni. Köszönöm szépen.